A Mastergut kisvárdai üzemében évente mintegy 52 millió csirkét vágnak le, ami azt jelenti, hogy a hazai kereslet minden harmadik baromfia innen kerül ki. A cégcsoport beszámolója szerint minden évben 10-20% közötti bővülést produkál a cégcsoport, és az idei évben a technológiai fejlesztéseknek köszönhetően 103 új munkahelyet hoztak létre. A beruházás nagyságrendje 887 millió forint, 436 millió forintnyi támogatást kapott ez a cég. A beruházás megvalósult, a munkahelyek létrejöttek, 2015-ös pályázatról van szó, most zártuk ezt le. Örülök annak, hogy a cég megpróbálta ezt a lehetőséget, mi örömmel támogattuk, és úgy érezzük, hogy ennek a jövőben is lehet még folytatása. Varga Mihály hozzátette, a 436 milliós támogatás megtérülő befektetés lesz, ugyanis egy része már a következő évben visszakerül a költségvetésbe, adók és járulékok megfizetésével. A Nemzeti Fejlesztési Miniszter a támogatás ünnepélyes bejelentésén kiemelte, vannak olyan hazai gazdasági szereplők, akik méretük miatt már kiszorulnak az Európai Uniós forrásokból, számukra fontos, hogy az állam támogassa a versenyképességüket. Számomra nagy öröm, hogy az első ciklus első jelentős beruházását itt Kisvárdán a Mastergut kapta meg, hiszen ennek a cégnek, akit elmondták a tulajdonosok, Európa egyik, Közép-Európa legnagyobb cége baromfi feldolgozásba, és tervezik, hogy az Európa top 10 cégek közé érjenek. Ezek mind-mind olyan támogatások, amely azt üzeni a világnak, az itt élőknek, hogy itt Kis-Magyarországon, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is lehet világszínvonalú, családi vállalkozáson alapuló magyar gazdaságot építeni. A cég ügyvezetője azt mondta, céljuk a folyamatos fejlődés, a következő években is kétszemjegyű növekedésre számítanak. Jelen pillanatban minden harmadik csirkét vágunk mi Magyarországon, itt Kisvárdán, a Mastergut gyárában. Azt reméljük, hogy mához két évre el fogjuk kérni az évi 62-63 millió darab csirkét, ez pedig azt jelenti, hogy minden második csirkét itt Kisvárdán fognak levágni Magyarországon. Ez az európai képzeletbeli dobogón is valahol a 6.-7. rangsorra föltornázza magát a Mastergut. Bárány László hozzátette, az elmúlt 10 évben több mint 30 milliárd forintot fordítottak fejlesztésekre, a következő 3 évben pedig évi 4-5 milliárd forintos beruházásokra készülnek.